Berzsenyi Dániel a magyarokhoz. Forra világ hústengere, ó magyar! Ádász Erőnész lelke uralkodik, s a föld lakóit vérbe mártott tőre dühös viadalra készti. Egy nap lerontál Prusszia trónusát. A balti partot s Ádria öbleit vérfesti, a kordillárákat s hémuszokat zivatal borítja. Fegyvert kiáltnak Baktra vidékei, a Dardanellák bércei dörgenek, a népekért korláti dőlnek, s zabolák s kötelek szakadnak. Te Tituszoddal hajdani őseid várába gyűltél, hogy lebegő hajón a bölcs tanács s kormány figyelmén állni tudó legyen a habok közt. Ébredj fel, alvó nemzeti lelkedet! Ordítson orkán, jöjjön ezer veszély, nem félek! A kürt harsogását, a nyihogó paripák szökését bátran vigyázom, mert nem sokaság, hanem lélek, szabad nép tesz csuda dolgokat. Ezt tette Rómát földurává, ez Maratont és Budavárt híressé. Tisztelt esküvők, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm Önöket ebben az ünnepi napon. Örülök, hogy kérték magyar állampolgárságokat, amelynek elvállása megtörtént. Magyarország köztársasági elnöke aláírta honosítási kérelmüket. Itt most sor kerülnek a folyamat záró eseményére, az esetvételre. Ezt követően válaszunk magyar állampolgárokká. Törvényeink szerint az esküt előtt nem kellett tenniük. Nagy örömmel teszek ennek a kötelezettségemnek eleget. Tájékoztatom Önöket, hogy az állampolgársági eskü és az állampolgársági fogadalom egyenértékű, így a kettő közül szabad elhatározások szerint tudnak választani. Hazámat erőmhöz mértem megvédem, hazámat erőmhöz mértem, képességeimnek meg kellene szolgálni, képességeimnek meg kellene szolgálni, és meggyőződésem szerint Istenem segítségének. Istenem segítségének. Urbán Gabriella, a született Varga Gabriella, a Urbán Urbán. Viharainak következtében a magyarság a világ legkülönbözőbb pontjaira szóratott szét. 1920 óta pedig honfitársaink milliói, akik sohasem hagyták el szüleik lakóhelyét, egyik napról a másikra egy másik ország, más ország állampolgárai lettek. Ma már a világ szinte minden pontján élnek magyarok. Mi azt valljuk, hogy ők is, lakóhelyektől függetlenül, nemzetünk tagjai. Hiszen ahogy mi, ők is, önök is magyarul beszélnek, magyarul imádkoznak, magukének hallják a himnuszt, amelynek szerzője szintén a jelenlegi ország határaikon túl született. A magyarság érzése kirata minden magyar ember szívében él, bárhol is éljen, bárhol is szülessen a világon. A haza, a nemzet, az állampolgárság ugyan különféle fogalmak, de mégis egymást fedik, mint ahogy anya is csak egy van, anyaország is csak egy van. Összeköt bennünket a nyelv, a hagyomány, a kultúra, a szokások, az összetartozás hite, őseink és egymás tisztelete. Az összetartozás tudata nélkül a nép csak tömeg, az ember pedig csak nátszál a világban. A nemzet kéve, amely a szálakat összetartja, hogy azok egymást erősítsék. Hosszú idő után, 2010-ben végre sikerült
levernünk azt a lakatot Magyarország kapujából, amit 100 évvel ezelőtt helyeztek rá. Kitártuk az ajtót, hogy minden magát magyarnak való ember be tudjon lépni rajta. Továbbra is szükségünk van a máshol születő, de magyarul gondolkodó, magyar nyelvet érző testvéreinkre. Ezért 2010-ben megteremtettük annak lehetőségét, hogy egyesítsünk ismét minden magyar. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország alaptörvénye a következő módon fogalmazza meg magyarság egybetartozását. Idézem. Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határaink kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését. Közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja az együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindezek alapján nem túlzás azt mondani, hogy Magyarország számára megtiszteltetés, hogy önöket köszönheti új állampolgárként. Sok erőt és egészséget kívánok mindannyiuknak. Őszintén kívánom, hogy Magyarországon találják meg azokat az embereket, akikkel igaz és meghitt barátságot alakíthatnak ki, akikre számíthatnak akkor, ha segítségre van szükségük. Számomra mindig különös esemény az állampolgársági eskü, és el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt évtizedek alatt nagyon sok eseményen működtem közre mi anyakönyvvezetőként, elsőbb a házasságkötéseknél. De valahogy az állampolgársági eskü az egy különleges alkalom, amikor szembeállok azokkal az emberekkel, akik hitvallásokat fejezik ki, hogy szeretnének ide tartozni, és látom a szemükbe azt az őszinte érzést és azt a meghatódottságot, ami természetesen ugye mindenki érez egy ilyen alkalom során. Ez az ő elköteleződésük, a hitvallásuk, és a mai nap azért volt különleges, hiszen ma van a Nemzeti Összetartozás napja. És ahogy a zenébe is, ugye az ismerős alszok csodálatos himnuszába énekli, hogy történjen bármi, míg élünk és meghalunk, egy vérből valók vagyunk, hát ezt fejezi ki. Többek lettünk általuk. 2010 óta van ennek lehetősége, és el kell, hogy mondjam, hogy hála Istennek, igen gyakori. Leginkább ugye a Trianon által elcsatolt területektől jönnek magyar állampolgárságot tenni, de kínai állampolgársági eskünek is részese voltam. Ez erősíti a városunkat, erősíti a nemzetünket. Itt dolgoztunk, és akkor a sors úgy hozta tovább, hogy eljutottunk Tatabányára, és akkor, nem tudom, egy évet ledolgoztunk itt Esztergomba, az embereket megszerettük, tájat megszerettük, minden nagyon jó volt, a fogadtatástól kezdve minden, és visszahozott a szívünk. A VMS létezik, Vajdasági Magyar Szövetség létezik, egy kicsit is tápulgassa a magyar népet, talán mondhatni. Hát a politika az egy másik dolog. Elnyomás nincs, hogy most magyarságot elnyomnak. Hát mindenki a világba menekül a megélhetésé, és a fiatalság inkább, mert ugye az idősebbek azok már nem igazán vágynak a nagy világba.